Köszöntök mindenkit a 2023. február 15-i testületülésünkön. Megállapítom, hogy minden képviselő itt van. A kiküldött 25 napjelentről nem szeretnénk eltérni, aki ezt így elfogadja, azt ilyen jelentem. Köszönöm szépen. Első napjelenti pontunk az Iványi Csai közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő előtt 2023. évi életünk kiegészítésének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását. Minden évben a költségvetés előtt fogadott el, semmilyen változás nincs a KTT-vévese, és nálam sem 20%-os az életmény kiegészítés mértéke. Valakinek ez a napirenddel kapcsolatban kérdése, akkor aki támogatja ezt, kérni hozzá. Köszönöm szépen, egyhangú. Második napjelenti pontunk, kíváncsi a községi önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása. Testületülés megelőzően mindkét bizottság tárgyalta, kérdezem a bizottsági elnököket, először a pénzügyi bizottságot. Elfogadtuk a 23. évi költségvetést, megbeszéltük előtte a Mariannal, és közösen is tárgyaltak a bizottság. Elfogadjuk. Szociális bizottság is tárgyalta, és elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor, aki támogatja a költséget, is köszönöm szépen. A harmadik napirendi pontunk tájékoztatás Iváncsi községi önkormányzat adósságot következtető ügyleteiről, valamint a három évre kitekintő kötelezettségek és ezen várható finanszírozási formájának bemutatásáról. Ezt is tárgyalta mindkét bizottság, ugye önkormányzatunknak nincsen se adósságot, se nem tervezze semmi hitelt felvenni. Szeretnék valamit kiegészíteni. Akkor aki ezt így elfogadja. Köszönöm szépen. Negyedik napirendi pontunk képviselő testület 2023. évi munkatervének megtárgyalása. Ugye a munkatervet az előző évi munkatervekhez hasonlóan állítottuk össze, tudjuk, hogy ebben nagyon sokszor volt változás tavaly is, azt gondolom, hogy idén is lesz. Ez egy irányítás. Jó? Ezzel kapcsolatban. Akkor aki elfogadja. Köszönöm szépen. Ötödik napirendi pontunk 2023. évi ünnep és rendezvény tervezetének tárgyalása. Ezt is mindkét bizottság tárgyalta. Robi, valami kiegészítés? Semmi. Közösen együttesen beszéltünk róla. Gyöngyi, neked csak. Nekem. Köszönöm akkor, aki támogatja. Hatodik napirendi pontunk kíváncsi könyvtár és művelődési központ intézményvezetői felvetőjének ellátásáról szól döntésszóta. Ugye történt tavaly decemberében egy sajnálatos haláleset, amikor a felolászatunk hirtelen elhunyt. Az ő helyére császárné villaüdítót szeretnénk megbízni. Ennek az oka, hogy ő már ott dolgozott mellette ideig is, tisztában van a feladattal, és 120 napra szólna ez a megbízatás. Közben a szakértő és a Gabi együtt állítják össze a pályázatot, meg tudjuk hirdetni az állást. Ezen a 120 napon belül meghirdetésre kerül az állás? Meg kell hirdetni 3 napon belül. A 120 nap arra vonatkozik, hogy amíg nincs vezető, addig 120 napig bízhatsz meg maximum valakit azért, hogy most 16-ig. A következő testületülésre szeretnénk behozni. Közművelési szakértőt kell megbízni ismételten a pályázatok elvilálásával. Ez jogszabályi előírás, tehát nem döntheti el, csak a testület előtte egy szakembernek véleményeznie kell. A következő testületülésen a pályázati kiírást be fogjuk nyújtani, és ha a testület dönt róla, akkor meghirdetjük a közigálláson. De addig is kellett. Hát vinni kell az ügyet, ennyi. Hogy? Gondol, hát vinni kell tovább. Persze. Nem kell törvényi kötelezettségünk, hogy az igazgatója legyen az ügyet. Igen. A Judit esetleg a későbbiekben is ellátható ezt a feladatot? Hát jelen pillanatban azt gondolom, hogy nem. Mert a törvény úgy szól, hogy 5 éves szakmai... Gyakorlatilag, igen, ez a szóval, gyakorlatnak kell lenni. Tehát iskola végzettsége van? A végzettség megvan, tehát teljesen alkalmasan le, de a törvény szerint 5 éves szakmai gyakorlat szükséges. Mennyi gyakorlata van a Juditnak? Annyi, amennyit itt nálunk kellett. De természetesen az is lehet, hogy nem lesz pályázó, vagy ha esetleg a testület nem tud dönteni, akkor a lehetőség ott van előttetek, hogy további 120 napra megbízzátok. De mindig csak 120 napra lehet megbízni.
És új pályázatot kérünk közben. Hát igen, pont ebben az időszakban azért lesz március 15-e tavasz. A táblázat szerint elég sok program van, tehát nem maradhat úgy a faluhely személyi csapatokság ki. Jó. Jó, akkor aki ezt így támogatja. Köszönöm szépen, Ácsom! 7. tapnyelmi konton kíváncsiai könyvtár és művődési központ és az kíváncsiai helyzetet gyűjteni elnevezésével kapcsolatos döntéshoztal. Ugye két intézményünkről van szó. Több civil szervezet felvetésére hoztuk be, illetve az ő kérelmük alapján hoztuk be, hogy Vodas Attilával nevezzük el a faluházat, valamint a helytörténeti gyűjteményt Fűnész Gyuláról, aki ugye alapítója volt az intézménynek, és most a 25 éve halálának évfordulója. A családokkal az egyeztetés megtörtént. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatban biztos, hogy mindenkinek egyezik a véleménye. De a művelődési központtal kapcsolatban én annyit szeretnék mondani, hogy aki ismerte az Attila, kivétel nélkül mindenki kedvelte. Amilyen elemzés itt elhangzott róla, kifogástalan, és valójában ez valóban így történt. De 6 évet dolgozott itt, abból 2 év covidos időszak volt, amiben egy művelődési házvezetőnek jóval kisebb feladata, szerepe van, mint egy aktív időszakban. Javasolnám azt, hogy ezt egy kicsit később tegyük, hiszen ez most megdöbbentő mindenkinek az ő halála, és nagyon sajnálatos. De én azt gondolom, hogy ez az indítatás inkább most érzelmi jellegű. Nem olyan Iváncsai szeméről van szó, és maximálisan elismerem a munkáját, és kedveltem, és én szerintem mindenki kedvelte. Akik indítványozták az ő nevéről a faluháznak az elnevezését, ők voltak vele szoros kapcsolatban. Valójában az a 300 ember ismerte. A faluház viszont azért a 2900 emberé, aki itt él Iváncsán. Olyan emberről nevezünk el ilyen közintézményeket, akinek az alkotása több 10 évre szól. Vegyük a Fejér-Pataki László Általános Iskola elnevezést. Rákeresünk a nevére is, és tudjuk, hogy egy nagyon jelentős munkássága volt. Bálint Ágnes művelődési ház adonyban író, fordító. Semmi kifogása, én azt gondolom, senkinek nem lehet az Attila iránt, az Attilával kapcsolatban, de a mostani gyerekeknek már nem fogjuk tudni azt felmutatni, mint egy Fejér-Pataki Lászlóról, mint egy Bálint Ágnesről, bármiről, mint a sportegyesület, a épületér a személyéről kapcsolatosan, hogy milyen alkotás van mögötte. Én nem elutasítani szeretném, azt szeretném mondani, hogy tegyük addig félre, amíg ez az érzelmi dolog lecsitul bennünk, és akkor gondoljuk végig, hogy valóban tegyünk-e ilyen javaslatot. Én azt gondolom, hogy ez egyébként nem egy rossz döntés, amit egy felvázolt, mert több emberben felmerült az a kérdés. Mindenki sajnálja. Egyértelmű. Aki szerette, aki ismerte, mindenki itt nem az Attila személyről van most szó, ami itt én is azt gondolom, hogy nem személyes dolog, hanem ahogy te is mondtad, hogy egy felfokozott érzelmi állapotban született egy javaslat. Miért? Én is azt gondolom, hogy lehet ezt mérlegelni. Én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit tegyük legalább egy 3-4 hónappal későbbre. Technikailag akkor azt javasolnám, hogy ne az legyen, hogy nem támogatta a testület, nem támogatta, hanem ezt napoljátok. Tehát amit mondasz, hogy napoljátok el a döntést, és akkor legközelebb majd be lesz hozva. Lehet, hogy meg kéne keresni azt a másik módot, hogy más módon hogyan lehet megemlékezni, akár egy igen. Színházi napokkal, vagy akár egy nagyon méltó módon egy fotót elhelyezni róla az a faluházban,
Vagy például Endrének volt egy olyan javaslata, magát a szobát, ami a munkahelye volt, elnevezni egy rosszabb illaszobában. Nem, te nem megszokták el, hogy tudod benne színházat. Én azt gondolom, hogy ez akkor is emléket állít. Igen, csak egy ötlet. Tehát, hogy... Én is azt mondom, hogy nem, tehát nem az emlékét akarjuk elfelejteni, hanem találjuk meg azt a módot, amivel méltón tudunk rá emlékezni. Elgondoltuk, gondoljuk el, nagyon magunknak is időt rá, mert valóban nagyon jól végezte a munkáját, kifogástalan, de azt gondolom, hogy egy közintézmény olyan emberről kap elnevezést, akiről a gyerekeinknek, ha visszakeresünk, fel tudjuk igazolni, hogy mi volt a munkássága. És hogy az nem egy-két-hat évre szóló volt, hanem egy olyan alkotás, ami érték, ami 10-20-50 év múlva is ugyanazt fogja mondani. A mi gyerekei, a mostani gyerekek, akik születnek, vagy még óvodásak, nekik nem fogjuk tudni elmondani, hogy ki volt a Rudas Attila, hiszen nem találkoztak vele. Látnak egy fotót róla, de nem egy Fejér Pataki László, nem egy Bálint Ágnes, és még sorolhatnak neveket. Én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit tegyük későbbre, amikor ez a gyász, ami bennünk van most iránta, az csillapodni fog. Igen, és az előtt is egy tehát nem is módot. Lehetett volna egyébként tehát nem is lehetett volna, ha megnézitek az előterjesztést, ugye a Gyula bácsit be fogja jegyezni a törzskönyv. Tehát ez meg fog jelenni az intézmény alapító okiratában mindenhol. Ez meg sem jelenhetene egyébként, mert székhelyet nem nevezhetsz át, tehát azért írtuk csak az épületet. Mert székhelyet meg nem nevezhetsz át, mert akkor az egész intézménynek annak kéne a nevének lenni, hogy Rudas Attila, nem is tudom mi, Iváncsi. De szerintem, ahogy mondod, vegyük le napirendről ezt. Igen, és egy kicsit várjunk vele, és mindenféleképpen emlékezzünk meg, de olyan mértékben, olyan módon, ahogyan egy-két-három hónap múlva gondoljuk. Jó. Akkor mindenkinek is. Igen, és ez egy nagyon... Én értékelendő gesztus, de még egyelőre ezt a gyász és az együttérzés indítatja ezt a szándékot. Okay, nagyon nagy mértékben. Igen, és vegyük fel a kapcsolatot azokkal a civilekkel, hogy nem utasítottuk, hanem találjunk egy módot arra, akár amatőr színjátszó csoportoknak adhatnánk egy napi lehetőséget, aminek lehetne, vagy bármi, hogy ne utasítást érezzenek, hanem azt, hogy csak jobb módot akarunk. Igen. Jó, én azt javaslom, amit igazából megbeszéltünk, hogy ezt most nem elutasítjuk, hanem leveszik a napirendről, aki ezt így támogatja. És akkor a második, ugye a helyzetben gyűjteménynél pedig a Főz Dolvácsiról neveznénk el. Azt akkor úgy gondoltam, hogy szóltok, hogy ezzel nem lesz a senkinek. Szerintem ezt elhelyzetesen úgy is kérdés. Jó, akkor aki ezt pedig támogatja. Jó, szóval tett napjelenő pontunk, Molnár Fülöp polgármester, hogy az én előző év igényből a szabadságom mértékének megállapítása és a 2023-i szabadság felmezésének jóvágyása. Itt ez ugye egy Gabi napjelenő, és én szeretném is bejelenteni az érintettségem, kérem, hogy fogadjátok el. Ugye minden év első testületülésénél kell fogadnunk a testületi munkáltatónak, hogy a Tibor mennyi szabadságot vett ki, 47 nap szabadságot vett ki, és 2022-ből pedig 14 napot hozott át. Ugye ez nyilván a 47-et azért vette ki, mert előző évből is hozott át, a polgármesternek ugye állandó a szabadsága, tehát se gyerek, és nem tud érvényesíteni most már. Beosztottuk, tehát egyszer megállapítaná a testület a határozatban, hogy mennyi szabadságot vett ki, mennyit nem vett ki, és a másikban pedig a egyelőzetes terv ugye ahhoz, hogy hogyan fogja kivenni, ami nyilván mindig változik, ahogy de egy tervet azt benyújtottunk a testület elé. Tehát ezt a kettőt kellene elfogadni. Annyival egészítem ki, hogy ezt ígértem, hogy megpróbálom kivenni, amit csak tudok. Szerintem most azért látható, hogy lecsökkentettem, amennyire lehetett. Akkor elfogadjátok a mindkettőt. A 9-es napjelenő pontnál is szeretném bejelenteni az érintettségemet, hiszen az én kafetéri juttatásom 2023 évi összegének meghatározása, kérem, hogy fogadjátok az érintettségemet. A polgármester a köztisztviselőkkel egy
elvirálással leesik a kafetéria megállapításába, és költségvetés után fogadjuk el, a tavalyi évhez hasonlóan a 400 ezer forint a per év a kafetéria juttatása. Ez tavaly is ennyi volt, és az idére is ennyit terveztünk. Hogyha ezt elfogadjátok, akkor... Tizedik napjelenő pontunk a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségek teljesítésére szóló döntés, ott a Gyöngyi napjelenő gyártásom a szót. A bizottságok ezt a pontot a bizottsági ülésen is tárgyalták, aminek az a lényege, hogy a polgármesternek, az önkormányzati képviselőknek, külső-belső bizottsági tagoknak és a hozzátartozóknak vagyonnyilatkozatot kell készíteniük január 31-ig. Ezek a vagyonnyilatkozatok határidőre benyújtásra kerültek a hivatal felé. Aki ezt elfogadja, kérem, jelezzem. Köszönjük szépen. 11. napjelenő pontunk az óvoda nyári szünet időpontjának meghatározása. Ugye bekértük az intézményvezetőtől, hogy mikor szeretne szünetet elrendelni az óvodában. Ez augusztus 14-től 25-ig tartó időszak lenne. Azért el szeretném mondani, hogy reményénk szerint, hogyha a közbeszerzések le tudnak folyni időben, akkor szeretném, hogyha nekiállnának az óvodatető felújításának. Hogyha esetleg ott a vállalkozó nem tud szabadbejárást biztosítani, akkor lehet, hogy kell majd ezen módosítanunk, bár azt gondolom, hogy meg lehet oldani, de mégis azért azt vegyük figyelembe, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen időszak nyáron és azon. Én szeretnék ehhez egy módosítást, vagyis javaslatot tenni egy másik időpontra, ezzel az óvodai bezárással kapcsolatban. Ugye beszéltem és egyeztettem az óvodavezetővel is ez ügyben. Szeretném, hogyha támogatnátok, hogy augusztus 21 és 31 között legyen, tehát a két utolsó héten legyen zárva az óvoda, mert amit mondtál dátumot az, hogyha visszajövünk, akkor ez még az iskola kezdés előtt lenne, négy napig nyitva az intézmény, illetve még a tanévrendjelként is kihirdetve az ugye nyáron kerül kihirdetésre, hogy hogy alakul. Mi viszont nagyon örülnénk, hogyha ebben a két hétben lenne zárva az óvoda, és úgy fel tudnánk készülni az új tanév kezdésére, hogy szeptember 1-en megvannak az értekezletek, hogyha éppen a tetőcsere nem zavar be. Az intézmény takarítása is minden megtörténne, úgy, hogy nincsenek gyerekek. Mert amíg értekezünk, tavaly is pedagógus asszisztens vigyázott a gyerekekre, mert nevelési értekezeteket kell tartanunk, és én ebbe szeretném kérni a támogatást. De akkor ezt leegyeztettünk is. Én a mai nap folyamán megkérdeztem, leegyeztettem, és most pedig ebbe szeretném a támogatásotokat kérni. Én így gondoljátok, meg megbeszéltétek, igazából de el is váltok. A régebbi időszakban, amikor egész hónapban volt, vagy egész hónapban volt zárva az óvoda, akkor is ugyanez volt a menetelnek az utolsó két hétben, mi már ott érvekeztünk és készültünk az új tanévre. Hogyha szeretném, hogyha ezt támogatnátok. Elsője péntek, csak nem tudjuk. Hát a tanévrend, nem tudjuk, hogy hogy alakul, hogy most hivatalosan a tanév az szeptember 4-én kezdődik, meg mert már volt olyan, vagy szeptember 1, akkor szeptember 1 péntekkel iskolával együtt kezdünk. Akkor úgy lennétek, hogy 21-től, tehát akkor nem egészen két hét lenne, hanem augusztus 21-től, az a 31-ig. Igen, és akkor szeptember 1-én pénteken kezdődik. Ha a tanév kezdődik, akkor szeptember 1-én. Na, még nem tudjuk, hogy kezdődik a tanév. Nem tudjuk, mert még nem tudni, hogy a tanév. Jó. Vagy akkor szeptember, hogyha nem kezdődik, meg akkor meg szeptember 1-ig, és akkor szeptember 1-ig, és az a két hét úgy lenni, hogyha ott ebben. Jó, akkor ezzel a módosítással, aki elfogadja a számot. Köszönöm. 13. napjelenő pontunk, kíváncsi községi önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének jóvágyása. 12-es. Bocsánat. Igen, átjöttem egyet. A tájékoztató az óvodai bejutatásra a 12-es napjelenő pont. 2023. április 25-én kedden 8-tól délután 2 óráig, és 26-án szerdán reggel 8-tól délután fél 5-ig lenne a bejutatás időpontja. Előző évekhez hasonló rendszerben működni, hogy nem ezt így elfogadjuk. Köszönöm.
a 13. napján pont kíváncsi községi önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervnek jóváhagyása. Közbeszerzési tervben azokat a topos pályázatokat és most más nem is topos pályázatokat tettünk bele, ami várható, vagy már megnyertünk, vagy várhatóan meg fogunk nyerni, bízunk benne, hogy ezek meg tudnak valósulni. Nyilván tavaly évben én is többször módosítottuk a közbeszerzési tervet, most jelenleg ezeket látjuk láthatóan. Ezzel kapcsolatban a kérdés. Akkor aki itt támogatja. Köszönöm. 14. napi rendi pontunk az adai szociális intézmény fenntartó társulás 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása. Kiküldtük a beszámolót. Kérdezem, hogy van-e valamilyen kérdésetek hozzá. Akkor aki támogatja. Köszönöm szépen. 15-ös az adonyi szociális központ kérelmének tárgyalása. Ugye adonyi szociális központnak is a látszom, ez a Kft. Szolgáltatja a vételt. A vállalkozót is jelezte, hogy nekünk is jelezte, hogy emelés szeretne eszközölni, hiszen megemelkedtek az ár. 150 forintról van szó, 1050 forint per fő nap helyett 1200 forintra emelkedne. Aki támogatja. Köszönöm szépen. 16-os szintén a látszmenza kérelmének tárgyalása, ami az önkormányzat irányába érkezett, szintén az érkezési díjat bölcsőde, óvoda és iskola vonatkozásában, ami 14%-os emelést jelentene. Aki támogatja. Köszönöm szépen. 17-es napi rendi pontunk, szintén ehhez vonatkozóan, hogyha a kérelmet már támogattuk, akkor aztán az intézmény térítési díjak megalakításáról szóló tisztelt 2021-es önkormányzati rendeletünket is módosítani kell. A módosításnak támogatja, köszönöm szépen. Szeretem hozzáfűzni, hogy gondolom minden körül annak, hogy a Rácsánza részéről megjelent a vezetője, és bízunk benne tényleg, hogy itt a hosszabb időszakra szóló étrendnek az összeállítása eredményt hoz, és jobb lesz a minősége is, és a gyerekek is jobban szeretnének enni, és jobban fogják ezt, szívesebben elfogyasszák. És én szerintem a későbbiekben kellene ezt újra tárgyalni, ha nem is 12 hét múlva, vagy nem tudom, már nem mondom, de egy kicsit több időt várva. Én érdeklődtem itt a környékben is, és azért van más helyről is lehetőség arra, hogy esetleg megpróbáljunk kipróbáljunk egy más étrendet is, és egy másik konyhának a szolgáltatását igénybe venni. Persze akkor, hogyha a mostani változásnak megfelelően nem lesz eredmény. Persze. De én is azt gondolom, hogy nézzük meg, hogyha működik, akkor fenntartható, de ha nem, akkor... De tartsuk fenn annak a lehetőséget is, hogy esetleg nem is egy konkrét váltási szándékkal, de legalább egy próbával egy másik étrendet, egy másik szolgáltatótól esetlegesen megnézni. De hogy gondoltad, egy hétig, egy hónapig vagy? Ez hogy kivitelezhető? Igen, tehát ha nem mondjuk fel a szerződést, akkor... Szerintem, hogy csak arra gondolom, hogy kérjünk egy... Nem lehet, hogy... Tehát nem lehet azzal kell szolgálni, hogy egy hét nap, nem arra gondoltam, hogy... Nem. Hát egy hétlapot lehet kérni. Arra gondoltam. Hétlapot is, hát hogyha... Annak nincs a lehetősége, hogy az iskolában egy próbát, akkor esetleg azon kívül, mint ahogy korábban is ez megoldott volt, hogy szerintem mi is beszállhatunk ebbe a próbába, és egy-egy hetet ki lehetne. Mondja, én javaslom, hogy amit a Reginával pár napig csináltunk, hogy ha gondolod, de ezt tényleg egészen komolyan mondom, hogy gyere ide 12:30-re, gyere át a konyhába, és tényleg érdemes kóstold meg. Nem jó lakni járunk oda, hanem egyszerűen kóstold meg ezt is. Én voltam egyébként ennek a karajves történetnek a zenítója. Igen, de tényleg itt a lehetőség megvan, hogy megkóstold, mert volt olyan szülői panasz, aki felhívott, hogy nem jó a kaja, mert a nagyobbik fia nem eszi meg, de a kicsi meg imádja az óvodába, és mindig repetelt kér.
Tehát tényleg, győződj meg róla, hogy milyen itt, a lehetőség tényleg itt van, mert a konyhásoknál van rá lehetőség, ezt kértük a Kornéltól. Győződj meg róla, mi pár napig ezt tettük. De ez természetes, hogy csak úgy lehet összehasonlítani, hogyha ebből is kérdezik. Igen, csak nem hozhatsz ide másik szolgáltató, tehát addig, amíg velük van szerződés, addig nem etethetsz óvodát, iskolát. Jó, de az, hogy rendelünk kaját, az lehet, csak azt hogy ide nem lehet hozni. Igen. Hát nézzük meg, hogy milyen lesz az újra. Nézd meg őket először. Jó. Ahhoz képest, hogy novemberben mennyi probléma volt, mert én nem más probléma volt, ahhoz képest én meg komolyan mondtam azt, hogy pozitív a változást. Ugye akkor már fontolgattuk azt is, hogy majd januárban lehet szerződést mondtunk, de tényleg változtatott. Én bízom benne, hogy ennek a beszélgetésnek lesz szeretnénk. Hát, ha ez így maradna és tényleg bejönne, akkor mindenkinek jó lenne. Nézem az étlapjakkal is állat. Megyünk tovább, akkor a 18-as napi rendi pontunk, kíváncsi a község önkormányzat képviselőtestületének 138/2022-es határozatának a Fejér megyei önkormányzat közgyűlésének részére az övezeti települések településfejlesztési és működési alapjának forrásának fejlesztési célú igénybevételére a 2022. október 1-2023. június 30 közötti időszakra benyújtott támogatásának módosítására vonatkozó kérelemre szóló döntés után. Ugye itt az előző támogatás ciklusban kértünk 80 millió forintot a TOP plusz 3-3-2 kötél 21-es csártségítő pályázat részére, tehát akkor az a pályázat még nem volt nyertes, de időközben ezt a pályázatot megnyertük, így ez a 80 millió forint felszabadult, és azt szeretném kérni a megyei önkormányzattól, hogy csoportosíthassunk át 70 millió forintot az óvodatetős pályázatba, ami viszont még ezzel nem nyert, és felmaradó 10 millió forintot pedig a családsegítőnél önelőként tartalékként megtartanánk. Akkor a készítem. A 19-es Fejér megyei önkormányzatok kegyeleti központ Kft. Üzleti szásárlása, mert Kercsi polgármestertől kaptuk ezt a kérelmet, vagy levelet. Van ez a kegyeleti Kft., aminek nagyon sok önkormányzat tulajdonosa volt, és most maga a Kft. Szeretné kivásárolni az önkormányzatokat a tulajdonrészből. Környező önkormányzati tudomásom szerint eladták. Én is nem kérdeztem, nem mindenki. Nem mindenki adta el a környező önkormányzatok közül. Ki mondta? Tehát a döntéseket meg tudjuk nézni, mi ahogy néztük, hogy például ők igen. Meg elcsi. De nem tudom az eladít nekünk. De mi az indokalnak? Mi volt a haszna? Mi volt az előnyelnek, hogy ennek a kegyeleti Kft-nek? Én bevallom neked tördelmesen, még ez alapján nem jött el, én nem is tudtam, hogy van én. Tehát haszna nem volt, az biztos. Nyilvántartva van. Ezután is nyilván semmit nem kötelező eladni. Ezután is nyilvántartva vagyunk. Nem gondolom, valami szintű beharzolási lehetőség van, de valami olyan probléma van, nem? De ő nem szolgáltat. De nem szolgáltat. Nem most így szolgáltat. Ez a Fejér megyei. Uh-huh. Akkor belevontak minden önkormányzatot ilyen minimum nélkül. Miért akarják megvenni kivásárban? Hát, onnan, hogy profit alapon működjenek tovább az önkormányzatok. Hát ez egy Fejér megyei önkormányzat kegyeleti Kft. Tehát gondolom, hogy akkor én akkor még tudom, hogy volt. Kik vannak ebben benne még irányítani? Hát, itt van az előterjesztésben játszik, itt ebben mindenki. Hát ez, amit a nevében is szerintem, hát, akkor minden megyei... Kutca volt benne? Biztos. Adonj be Lajos Desnyő, Iváncsa. Felkelt a Puszta Szabó Cserszámás. Benne. Felkelt a Ránc Keresztúr. Kócs. Mindenki, a főnyeket nem adta el az nagy piaci részesedés lesz, akkor megmarad a részesedésünk, akkor csomó pénző ebben, nem? Mindenki eladta, csak mi nem. Igen. Akkor én nem mondom, hogy adjuk el. Ez egy Fehérvár egyébként, ez ott van a Váli úton, a Városgondnokságnak a... Igazából semmit nem tudunk a működésükről. Soha nem is voltak itt nálunk.
mi se voltunk náluk. Ez miért jött létre annak, én azt nem tudom? Hát őszintén ugye fogalma nincs, akkor csináltak egy, hát ez annyira régi volt, szerintem ez még gyerekkoromban jött létre. De tényleg ez annyira régi. Én a nevüket onnan ismerem, hogy tudom, hogy hol vannak, meg hogy a Városgondnokságnak ugye van ez a része, ami a temetkezést csinálja. Nem tudom, minden önkormányzatot elcsipkérték meg itt, hogy koordinálja ezt az egészet. Már egyáltalán, végülis a nyilvántartásba elfér, egy forintot sose kaptunk, valószínűleg nem is fogunk. Én azt javaslom, hogy ezt ne adjuk még el. Nincs egy olyan, nem egy nagy összegről van szó, abszolút, hogy van vele valami terv, várjuk ki a későbbiekbe. Be kellett hozni a testületére, hogy megkeresnek. De nincs ez, sem baj. Én tényleg meg azt mondom, járjuk körbe jobban. Igen. Nem tudunk semmit. Igen. Tehát sose volt a gyűlés. Igen, sose kaptak a gyűlésre meghívót. Tehát soha. Én mióta itt dolgozom, még soha nem volt ilyen meghívó, amit ugye elvileg szerintem minden KFT-nek kéne egy évben egyszer tartania, vagy tudomásom szerint soha nem kaptunk semmit. Azt viszont nem tudom, mi nem nagyon találtuk meg ennek az előzményeit, hogy egyáltalán egy önkormányzat felhatalmazta a másikat, azt sem tudjuk, miért volt Ercsit keresték majd most, és miért ő. Tehát igazából sok információ nincs. De várjál, itt a végén az a jellevél nem üdvözül ajánlatnak. Azt kizárólag az előzetes igényfelmelés kérdekében készült, azért a társaság részéről semmilyen vételi, a tagok részéről pedig semmilyen eladási kötelezettséget nem kellett hozzá. Nem, hát nem is kötelezhetem. Jó, akkor én azt mondom, hogy akkor válaszoljuk meg, hogy jelen pillanatban nem kívánjuk eladnunk az ötlet részünket, akkor ezt így támogatják. Köszönöm. 20-as napi rendi pontunk kíváncsi község településengedési eszközök módosításának 2/2005-ös kormány szerinti környezeti vizsgálat szükséges polgármesteri tájékoztató. Kiküldtük itt is a napirendet. Ugye ilyen pillanatban zajlik egy településrendezési tervmódosítás, szervezett tervmódosítás, ehhez bekértük az összes szakhatóságnak a véleményét. Ezeket meg is kaptuk. Ezzel kapcsolatban van a kérdéseket. Ezek az nyilatkozatok, hozzászólások, ezek leginkább az zajvédelemmel kapcsolatosak voltak. Valóban nem indokolja, hogy egy környezeti vizsgálat elkészítésére sor kerüljön? Az utak tekintetében? Nem az utak tekintetében. Ez az útról szól. Ebben még nincsen. Az a 21-es. Tudom, mire akarsz, hogy erről viszonyít. Akkor lehet érszik. Akkor 21-es napi rendőkont, amit gyöngyösen tettem, a törvényzés eszközök módosításának 97 évi 78-as törvény az épített környezet alakulására és védelmihez szóló nyilatkozat. Polgármesteri tájékoztatója, ez az, ami a egyszer megvalósítandó sport és kulturális központ területének a módosításához szükséges. Igen, akkor most ezzel kapcsolatban a kérdésem. Beszéltünk róla korábban, hogy a magasságot ezt szabályozni kell ebben a hézben, mert ez az épület, ez a sportépület, ez magasabban áll, mint a jelenleg érvényben lévő szabályok megengedett magassága. Ez a módosítás kizárólag erre az egyetlen épületre szólna, hogy magasabb építkezést engedélyez, vagy másra is? Csak erre. Csak kizárólag erre. És ezt lehet így? Hát igen, ez a területen nem épülhet más. Értem, amit mondasz, csak hogy mit tudom én, elfogadtuk úgy annak idején a Arany János utcát, hogy nem lesz ott árak, aztán mégis ugye nem lehetett megoldani, másképp meg kellett csinálni. Tehát, hogy lehetséges-e az, hogy nem lehet olyan döntést hozni, csak arra a területre módosítjuk a részt? Azért lehet, vagy azért nem lehet ott más építeni, mert ez a terület egy különleges sport és szabály. Nem az a kérdésnek a tárgya, hogy ott lehet, de hogy nehogy az legyen, hogy ezzel kinyitunk egy kaput, hogy máshol is lehet magasabb építeni. Csak készmódosítással lehet, hogy a testület úgy tart. Most se egyforma a szabályozás, mert van az LF1, az LF2, és a
kettőben nem egészen ugyanaz a szabályozás. Hát a legmagasabb bejöthetőség nem a magas itt a központban, de általában ez a kladnális kérdés, hiszen ezzel védjük magunkat a magasságban, hogy nem tudnak olyan tömbházat építeni, amit mi nem szeretnénk. Itt a központban a legmagasabb a bejöthetőség, azt hiszem 6-es elméter, de az összes többi nagyjából 4-es elméter. És azt gondolom, hogy ezen tényleg is kellene változtatni, mert nem szabad, hogy változtasson. Jó. És akkor itt volt az a... Mit akartál az előző ponthoz? Hogy szükséges a teljes... Ez aljával kapcsolatban. Igen, ez aljával kapcsolatban, de igen. Tehát a sport létesítmény megvalósításával kapcsolatban, hogy korábban is felvetettem azt, hogy ez talán nem a rész módosításhoz kapcsolódik, de legyünk figyelemmel az aljhatásra. Nagyon bent van a lakott területeken belül. Tudjuk, hogy a mostani sport létesítmények is zajjal járnak. Az itt épülő ipari park egy kicsikét felbolygatta az itteni lakosságnak a széletét. Én azt gondolom, hogy minden tekintetben ki kellene arra térni, hogy a lehető legnagyobb védelemben és zajhatás nélkül, meg egyébként más problémák nélkül érhessenek tovább az emberek. Ez a falu közepe, de nem csak a közepéről van szó egyébként is, tehát mindenhol figyelemmel kellene lenni arra, hogy a lehető legnagyobb leginkább, hogy is mondjam, olyan szabályozást kellene találni, hogy az élhetőség minősége a lehető legnagyobb mértékben megmaradhasson. Abszolút. Senki nem szeretné másképp, de én azt gondolom, hogy amikor majd egyszerűen eljutunk, hogy ide tervezünk bármit, akkor egy hatástalan majd lehet készíteni kell is. Tudható-e, hogy a mellette lévő területen esetleg mi fog folyni, marad szántó, vagy építkezés lesz? Mellette vagy... lévő terület? Igen. Ezt nem érjük el most. Ezt magánkézben. De nem is érjük el most. Csak a kivágott, itt a térképen látszik, hogy a megvásárolni kívánc 2 hektár érjük el most. Igen. Az most szántó. Igen. Ez nyilván belterületi lesz minősítve. Most? Igen, hát a szántóba gondolom, hogy el kell majd minősítve. De csak ezt a részt, amit mi megveszem. Igen, ezt a 2 hektár tulajdonképpen. Ennek az egész területét elfoglalja a sportcsarnok, nem? De a sportcsarnok 1200 négyzetméterre van tervezve. Hát de parkoló van. Hát nem terv. Azt a tervezésképben a tervező kiválasztott egy minta, tervet, amit beletett, hogy valamilyen kereteket szabjon ennek az egész módosításnak. Az nem kell meg azt terveztetni külön, majd egyszer a település igényekhez megfelelnünk kell, hogyha egyszer eljutunk oda, hogy elmondjuk lesz pénzünk, vagy akarjuk egyetem. Igen. És az a későbbiekben meggondolandó lesz, hiszen azért ez 1200 négyzetméteres épületet fenntartani nem kis összeg az önkormányzatban. Abszolút, hát ez nem semmiképpen, azt gondolom, hogy sem én, sem más nem akar abban a helyzetben kerülni, amiben például egyszerűen az úszodás esetleg, hogy felépült egy gyönyörű létesítmény, és 2 évig zárva volt, már nem tudta a tervezőt fenntartani, tehát azt semmiképpen nem szeretném én sem, mert szerintem ti sem esem. Jó, akkor ezt így támogatja. Köszönöm szépen. 22-es napi rendi pontból kíváncsi mesefalat a művészeti óra minibölcsöt a gépészeti helyiség korszerűsítési munkájának elvégzésre vonatkozó árjátókról szóló döntéset. Ugye igényeltünk a megyei támogatásból erre, azt hiszem 20-25 millió forintot, 25 napelemekkel együtt, a napelemeket már ugye meg is vásároltuk. Ezek 13.023.850 forinti szalai díj ajánlata volt a legkedvezőbb. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van. Ez mi? Ez csak egy kazán csere? Nem, hogy teljes gépészet csere. Minden nap léptelenítek. Minden nap léptelenítek. Nem, de te most egy kazán stabil. Igen. Egy folyik, egy meg rossz. Igen. Tehát még működnek még ezt a telet. Addig nem akartuk megállítani semmi gép a fűtést, amelyik fűtésszezonban az órában, úgy nem lehet szerelni.
De nem csak a kazáncserét, az összes szivattyút, a villamos hálózat felújítása, kémény, három kéménynek a kialakítása, mert ugye azok a légkémények nem megfelelőek hozzá. Nem tudom még mit tartalmaz pontosan. De ez a, nem az a hőszivattyús megoldást megnézni? Az a baj, de benne először úgy akartunk állított kérni, hogy hőszivattyúval, csak nem elég az áram. És a fűtést valahogy mindenképpen stabilizálni kell. Hosszútávon hőszivattyúk el. 150 megawatt áramunk jön, csak lesz ára. Hát de most jelen pillanatban ott nincs, nem tudunk... Hát jó, csak ha már egyszer korszak csináltunk, akkor... Háromszor hatvan. És az EU-ban olyan notáridőre vállalja. Én azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát azt is meg kell csinálni, de azt nem tehetjük meg, hogy most két kazánunk rossz, és a harmadik is elmondik, akkor nem lesz fűtés az oldalon. Meg a faluházban. Hát legfőképpen, hát faluházban is így nyilván. Igen, mivel meg kell csinálni, csak hogy van jobb megoldás. De ez nincs elvetve, meg azért is lett annak idején nagyobb összekérve a megértől, hogy beleférjen a hőszivattyú is, plusz a gáz, tehát két oldalról vagyunk meg, de így most azt gondolom, hogy kell letelepíteni egy hőszivattyút, nem tudjuk bekapcsolni. Jó, akkor aki ezt így támogat. Köszönöm szépen. 23. napi rendi pontunk, kíváncsi a községi önkormányzat képviselő testületének a temetőkön és a temetési engedélyező szóval rendeletének és az ehhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási megalapodási elfogadásnak. Ugye ez egy nagyon régi megalapodás volt a katolikus egyház és az önkormányzat között. Ugye a temető iváncsán nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem a katolikus egyház és a református egyházában. Köztemetéseket a katolikus temetőben szokták elvégezni. Fölületvizsgálva ez a megállapodás, lehet egyeztetve a katolikus egyházzal. Közelből kettő döntést kellene hoznunk, ami ugye a megállapodásról szól és a rendelet elfogadásáról. Azért csak a katolikus temetőről van szó, mert a köztemetésről van szó, és hogy ez ott történik, igen. Itt ez volt Iváncsán mindig a megállapodás, hogy a köztemetéseket a katolikus temetőben tartják. Még olyan nekünk nincsen saját temetőnk, köztemetőnk. Igen, és ez kormányhivatali felszólítás volt, hogy a mindenkinek a temető rendeletet kell hozni, még akkor is nem temetője. És csak ugye ezt a katolikus egyházzal együtt, tehát ez készült szerintem két hónapig. Akkor ezt itt támogat. 24-es napi rendi pontunk. Dunajváros és Iváncsi önkormányzatának hosszútávú együttműködéséről, ingatlanfejlesztési keretmegállapodás megszüntetéséről szóló döntéshozatal. Ugye a 2021. július 1-i hatállyal 362 a 2021-es kormányrendeletben különleges gazdasági övezetet jelöltek ki. Így ez a megállapodás, ami Dunajváros és Iváncsi között történt, igazából hatályát vesztette. De több olyan dolog is történt az elmúlt időben, ami azt gondolom, hogy alátámasztja azt, hogy meg kell szüntetnünk ezt a döntést. Dunajváros ma is perben áll rátszámással, a rátszámás támogatásként megkapott pénzösszegeinek is igényt tartana felére. Továbbá a mi szerződésünk is elég pontatlan volt, amit Dunajvárossal kötöttünk, nem pontosítja ki, hogy melyik területről szól, csak érintett területként hivatkozik, és így felmerül az a probléma, hogy a következő fejlesztések, amik Iváncsán történnek, és nem a különböző gazdasági övezet részén történnek, hanem másik géggyártási övezetben, vagy Maszkertünk oldalán, vagy bárhol máshol, annak is igényt tartanának az 50% adóbevételére, ezért hoztuk be ezt a... Volt megállapodás? Nem volt? Nem tudom, az utolsó, én emlékem, amin ott voltam, hogy felhatalmaztuk a polgármestert, hogy tárgyaljon ezzel kapcsolatban. Nem, felhatalmazták a polgármestert aláírásra, és a pénzügyi bizottság is tárgyalt előtte, és felhatalmazta és egyetértett vele. Kikerestem az előző alkalommal, és a testület támogatta.
de nagyon szívesen kimásolom megint azokat a testületi döntéseket, felkezdtünk pénzügyi bizottság is, akkor még az ember volt az elnök, a tárgyalt a pénzügyi bizottság is, a, most a szociálisan megkérdezett a pénzügyi biztosan, és a, ez egy támogató testületi döntés született. Azt támogattuk, hogy a vétójogot is tegyük bele, és ezt határozottan kérte az akkori pénzügyi bizottság. És aztán utána én kérdeztem rá, hogy van-e egyesség, és hogy van-e benne vétójog. Tehát gyakorlatilag az egyesség megkötéséről nem tudtunk sem arról, hogy van-e benne vétójog, nincs utolatot tájékoztatva. Szívesen megkeresem nektek az akkori előterjesztést és az akkori bizottsági döntést. Ez volt a melléklete az előterjesztésnek szó szerint ez a megállapodás, és ebbe hatalmaztátok fel a polgármestert a testület. Tehát végül fontos közöttetek szerint a dolgás segített, nem? Ez a furcsa benne. A perben. Igen. Hát Iván csak nem felelte be, csak a megyei önkormányzatot. Hát Iván csak... De látszomás személyes. Tehát ott látszomás felelte be, de Iván csak esetében a megyei önkormányzatot felelte be. És ott van már eredmény látszomással a perre? Másodfok, első fokon látszomás miatt, másodfokon Dunai Város miatt, és most a polgárhoz fordultak. Akkor ez itt a probléma. Persze, ezért kell. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a NIPIP átvette részéről ennek a beruházásnak és a területnek a kijelölését és rajta folyó a beruházás megvalósítása tanattól, Iváncsának nem igazán volt ebbe beleszólása. Akkor kötöttünk meg állapodást, amikor még annak a reményében történt ez az egyesség, hogy itt nem ilyen módon történik, hanem Iváncsához folyik be az iparizési adó. Szerintem nekünk erre már nincs ráhatásunk, ehhez nem a mi felelősségünk az erről való döntés. Átkerült a megyei önkormányzathoz, a NIPIP-höz, és nem releváns az, hogy mi döntsünk ennek a szerződésnek a módosításáról, hiszen már nincsen semmi ráhatásunk erre a dologra. Ez a jó ideig nem a megyei önkormányzattal, meg Dunai Várossal keletkezett, hanem Dunai Várossal és Iváncsával. Annak ellenére a megyei önkormányzathoz folyik már be a bevétel, ténylegesen ez már megvalósul. Szerintem ez már nem a mi feladatkörünk ennek a döntése. De akkor kimondhatja ezt? Hát ez gyakorlatilag igen, egy rászorulmagatartással, egy rászorulmagatartással, ennek már nincs jelentősége. Vagy ez még Gulyás nem tud róla. Hát nyilván addig nem tölthetsz meg egy döntést, ameddig nem születik meg. Történt-e valami egyeztetés ezzel kapcsolatban? Hát bármilyen egyeztetés. Nem. Nem történt egyeztetés, hiszen testülettel mi nem is tárgyaltunk el. Hát így értelmű. Tehát akkor tájékoztatjátok őket, amikor megszületik a döntés. De már de akkor most mondhatja, felhelyezik. De akkor ez a megállapodás most még érvényben van? Hát igazság szerint nem, mert felügyelt a kérdésből, akkor mit szüntetünk meg. Tehát én ezt mondtam, hogy felügyelt a megállapodás, veletek a megállapodás érvényben van. Ugye abban a megállapodásban az volt, hogy érintett terület. A Iváncsában 4 GKS-es terület, ahogy a Tibor is mondta. Tehát az egyiket elvitte a megyét. Ez a Nújváros vitat, tehát van egy GKS-es terület, az Endre területe, a Masterprint területe, a Szalmacsárda területe, meg a Benzinút területe. Ez mindegyik GKS, teljes GKS-es igen, terület. Igen, most hogyha nem határozott, ez egy hibája volt, azt meg kell hagyni, hogy nem lett meghatározva ez a 108 hektár. Nem volt helyes száma, de hogyha most Dunajváros azt mondja, hogy ő érintett terület alatt érti a Masterprintet is, akkor bizony az a megállapodás igen. Ez, hiszen egy megállapodás akkor szűnik meg, ha a két fél közül valamelyik felmondja. Tehát kérheti a Masterprint adójának hát a felét. Nem, mert a Masterprint sokkal előbb alakult. Igen, de mondjuk aki azóta oda jött. De ha most, amit a Balázshoz csinálok, vagy a Masterprint egy bővítést csinál, vagy a Benzinkút melletti területen valaki nyit egy boltot, akkor az már az ott az. Akkor azt mondja, hogy szerintem érintett, és felbeleskedhetünk ezen évekig. De hát akkor ez volt, de nem értem. Tehát hogy ez a szerződés, ez nem túl előnyös Iváncsára nézve. Hát ugye most, hogyha hallgatom. Hogy milyen? Hát ez nem túl előnyös Iváncsára nézve ebben a formában. Hát, ez 2017-ben erről szó nem volt, hogy ez... Ez egy óriási hosszú pereskedésnek lenne az lenne a következmény, hogyha elkezdenek beszélni, hogy ő szerintük mi az érintett terület, meg mi szerintünk mi. Hát szóval, hogy én adok valamit, akkor azt mondom, hogy az XXX222-es autót adtam el. Nem a zöld autót, vagy a kéket. Pontosan meg van határozva a szerződés tárgya. Ebben a szerződésben az nem volt meghatározva. Ebben érintett terület volt meghatározva.
itt szó, én tehát 2018-ban az esélyt követően befolyó egy iparizmus. Én itt a területről. Nem volt más benne. Nem ezért gondoljuk azt, hogy ezt fel kell mondani. Én legalábbis azt mondom. Jó, akkor szavazzunk ki, támogatja, hogy támogatjuk ezt a szerződést. Ki nem? Ki tartózkodik? Akkor négy igen, három tartózkodáson felmondjuk ezt a szerződést. 25-ösen egyebek. Kérdezem, hogy az egyebekben valakinek valami lenne. Akkor érzékünk hitelesítőnek szeretném a képviselőségi elnököt, Kucsár Gabriellát és Tóth Gennyit, aki ezzel így egyetért. Köszönöm szépen, mai üzésben zárom.